Ez a fajta szeretet a cementlapok, illetve a mozaiklapok iránt úgy indult, hogy a tulajdonos házaspár nagyon-nagyon régóta szerelmese, főleg a feleség ezeknek a szép színes lapoknak. Ők holland származásúak, és hát nagyon-nagyon fogékonyak ugye a szép, különleges dolgokra, és megalapították ezt a gyártóüzemet, ami két külön termékskálát képvisel. A katalógus elején van egy kihajthatós rész, amely a standard lapokat tartalmazza. Ezeket a sablonokat mi készítettük, ugyanis mi is itt Magyarországon részt veszünk gyártásokban. Ez úgy történik, hogy ebbe a sablonba, ebbe a keretbe kézzel kell ezeket a cellákat kitölteni a színnek megfelelően. Tehát amit szeretnénk a végén kapni, azt a színt kell ide beletölteni. Tehát tulajdonképpen ez a végtermék. Nyilvánvaló, hogy a keret az kötöttség, mármint formailag, viszont hogy milyen színt rakunk bele, és azt milyen arányokban, ez teljesen kreatív. Ez egy olyan speciális lap, ezt mi kísérleteztük ki egy magyar gyártóval, ez egy olyan speciális lap, ami tulajdonképpen se nem cementlap, se nem kőrleményes mozaiklap. Mi ezzel a témával 14-15 éve foglalkozunk, tehát ezekkel a szép régi míves járulapokkal, és amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor nagyon-nagyon fontosnak tartottam, hogy minden terméket azon a néven hívjunk tovább, ahogy elődeink, például Valla József, a legnagyobb magyar mozaiklap, cementlap gyártó, vagy Melokó Péter hívták annak idején.